Sziasztok, Dóri vagyok, és szeretném nektek megmutatni, milyen könyvek kerültek hozzám januárban. Januárban is igyekeztem nagyon-nagyon okosan vásárolni a könyves polcaimra, többé-kevésbé szerintem sikerült, mert euh, volt egy antikváriumos beszerzésem, ahol nagyon jó árban sikerült olyan kötetekhez hozzájutni, amik nem túl gyakran találhatóak meg, sem antikváriumban, sem pedig könyvesboltokban, illetve volt egy molyos vásárlásom is, ahol egy komplett sorozatot vettem meg, és pillanat! És igen, összesen egy darab könyvesboltos beszerzésem volt, ami szerintem tök jó, mert ez kebbi azt jelenti, hogy sikerült marhajos spórolnom a hónapban. Ugye most már elég egyértelmű, hogy Fekete István könyveit, ha nem is mindet, de nagyon sokat szeretnék beszerezni, mert nagyon sok olyan van, ami érdekel, és emiatt lehet az, hogy három könyvet is vettem tőle a hónapban. Mindegyik érdekes módon, elbeszélés per novelles gyűjtemény, az első egy ilyen tikes, tyúkos, a 21 nap, ami, ha jól emlékszem, összesen négy elbeszélést tartalmaz a... 21 napot a hút, a cinyit és a cöndét. E, nagyon furcsa egyébként, mert hogy annyira kis vékony, hogy nehéz elképzelni, hogy a hú például benne van teljesen, ami egyébként nekem megvan különálló kötetként is, de, de majd ennek utána fogok nézni. Viszont annyira szép volt ez a kiadás, hogy egyrészt nem is láttam még korábban, másrészt meg az ilyen kiadásokért nagyon-nagyon tudok rajongani. És itt van a csi és más elbeszélések is, ami egy ilyen nagyon furcsa borítóval jelent meg én egészen biztos voltam abban, hogy ebből kell, hogy legyen az a régi típusú, amit emlegettem már többször a csatornán, amiből a téliberek is megvan nekem a nyuszi borítóval, de nem találkoztam vele mostanáig, és örülök, hogy legalább sikerült ezt megszerezni, illetve egy olyan könyvet is vettem tőle, ami nem állatos történet, ez a 10 száz gyertya, és bár a Mórának én ezeket a kiadásait annyira nem szeretem valamiért, nem tudom megmagyarázni, de ezt sem láttam még korábban. Így nagyon-nagyon örültem, hogy, hogy ezt is meg tudtam venni. Szerintem a három könyv nem volt 2500 forint, így nyilván extra öröm. Azt nem tudom, hogy mennyire tudjátok rólam, de én talán kimerem jelenteni, hogy szeretem Szabó Magdát. Egy kicsit nehéz ebben otthonra lenni, ebben a kijelentésben, mert nagyon furcsának tartom az ő karakterét. Vannak olyan könyvek, amiben azt érzem, hogy kicsit, kicsit, ilyen fellengzős a stílusa, egy kicsit ilyen szuperiornak érzi magát, és hogy, hogy egy felsőbbrendű fajnak de aztán azon gondolkozok, hogy neki lehet, hogy ez tök természetes volt, már mint hogy azért érzem így, mert hogy nem magyaráz semmit, hanem úgy veszi, hogy az olvasó teljes mértékben képben van, legyen akár latin szavak, akár mitológia, akár vallás. És aztán elgondolkozok azon, hogy ő egy olyan közegben nőtt fel, ahol ezek tényleg természetes dolgok voltak. Tehát, hogy a szülei által is egy olyan közeget alkottak, egy olyan családban élt, ahol ezek teljesen mindennapi témák voltak. Szóval még egy kicsit billegek azon, hogy mint karakter kedvelem ezt de hát az biztos, hogy egy nagyon érdekes, roppant művelt és intelligens asszony volt, és borzalmasan sajnálom, hogy én már nem találkoztam vele, mert mikor én Debrecenbe költöztem, akkor ő már elég idős volt, és nem is nagyon voltak, ha jól szem, ilyen, ilyen publikus megjelenései Debrecenben, vagy dedikálásai, de nem is nagyon olvastam még tőle akkor semmit. Szóval sajnos az érdeklődési köröm és az ő élete pont váltották egymást, amit tényleg rettenetesen sajnálok. Viszont volt még egy Szabó Magda könyvesbolt Debrecenben, ahol jártam, is nagyon szerettem azt a helyet de sajnos már az bezártott volt egyébként az aranybika mellett, ha még bárki emlékszik rá. Lőrincen lesz dedikáláson viszont voltam ott, de eltértem a tájtól. Három könyvet sikerült tőle megvennem, és ez is mind olyan, amit még nem láttam korábban, a hullámok kergetését, aztán egy nagyon vaskos kötetet, amiben rengeteg dolog lesz a kívül a körön, és egy olyat, ami, amit nagyon különlegesnek találtam, ez pedig az örömhozó bánatrontó, amiben a cicája szemszögéből ír leveleket a szomszédoknak. Ezt is csak írhatta meg. És ő tipikusan egy olyan író, mint például Fekete István vagy Gárdanyi, hogy csak a klasszikusabbakat említsem, akiknél nem fogok fülszöveget olvasni. Mivel nagyon mozgatják a fantáziámat, úgy is, mint emberek, és úgy is, mint írók ezért szeretném őket minél több oldalról megismerni, ezért nem fogom azt vadászgatni, hogy vajon miről szól egy-egy kötet. Helyenként beleolvasok inkább magába a szövegbe, vagy azt megnézem, hogy milyen a szerkezete, mint ahogy a, a cicás könyvnek is, hogy ugye ezek... Ez levelekből áll, de meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ez ki belülről, mert képek is vannak, ahogy cicázik Szabó Magda, borzalmasan szerette az állatokat egyébként, és Évukának hívták a, a cicát, akinek a nevében írja a leveleket. Egyet olvastam már közüle, és nagyon cuki. Minden levelét úgy címzi, hogy édesnéni és bácsi, és felteszem: Sanyarú cica, cica sorsáról fog mesélni a szomszédoknak, hogy nem engedték szemetet tenni, vagy nem szagadhatta szét a bútorokat. Ezt simán el tudom képzelni, mert hogyha igaz az az állítás, hogy az állatok, illetve a házi kedvencek, Felveszik a gazdáik tulajdonságait, akkor úgy nagyjából ezt tudom elképzelni ennek az ícának. A, a hullámok kergetése egy kicsit ilyen útikönyvnek tűnik, bár a Szabó magda már az elején közli veled, hogy ha ezt elolvasod, semmivel nem leszel tájékozottabb földrajzi vagy gazdasági szempontból, és már nem is tudom, mit írt még. Um, az olvasó csak akkor vegye kezébe ezt a könyvet, ha tudomásul veszi, hogy az olvasottak semmivel sem bővítik majd a gazdasági, földrajzi vagy társadalom tudományi ismereteit, nem úti rajzot kap, csak személyes jellegű följegyzéseket, egy utas reakcióit életében először látott tájakra, országokra, magára az utazás tényére. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szabó Magda milyen utazó volt, mert szerintem sokat elárul ez is egy emberről. Meglátjuk. A kívülökörönre pedig azért is mondtam, hogy sok minden lesz bennem, mert csak a tartalom ennyi és azt mondják, hogy író arcképeket, verselemzéseket, kritikákat, esztétikai eszmefuttatásokat, írói unilateralizi vallomásokat, emlékezéseket gyűjt magába ez a kötet. Szerintem ez valami fogmosós olvasás lesz, hogyha láttátok a korábbi videót, tudjátok, miről beszélek. A következő sorozatot már nagyon-nagyon régóta nézegetem, és valamiért mindig tartottam tőle. De az egyik ismerősünk olvasta is, ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó, és szerintem nekünk is tetszene. Így amikor szembe jött velem olyan, hogy eladó a komplet uh, sorozat, ugye ez az egy másodperccel később, akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor én ezt égijelnek veszem, és megveszem. Ez egy ilyen furcsa, disztópikus világot fog bemutatni, amikor az Egyesült Államokat terror, -ter -ter -terr támadás éri, és egy EMP, tehát egy ilyen elektro elektromos, mágneses impulzusokat, vagy valami hasonlót, kibocsájtó bombával gyakorlatilag lenullázzák az Amerikai Egyesült Államok elektronikai rendszereit, ami azt jelenti, hogy kvázi semmilyen kütyürét nem tudnak használni innestől kezdve, visszasülyezti őket a Középkorba, legalábbis a fülszöveg ezt ígéri nekünk. Egy picit azt sajnálom, hogy ezek az események mindig az Egyesült Államok területére korlátozódnak, de tulajdonképpen van benne ráció, hiszen az egyik nagy hatalomról beszélünk, ugyanakkor nem tudom, hogy mire számíthatok, még nem mertem magam rávenni, szóval sajnos ez a könyv nem így, hanem így szerepel a könyves polcomon, de meglátjuk, hogy mikor fog szépen felkerülni ez is, hogy látszódjanak a címek, és igen, a címek megtalálása néha egy kicsit bonyodalmas. És januárban bővítettem egy picit a Jón Kálmán Stefánzon gyűjteményemet is, megvettem az Ausztát, amit csak Dicséreteket hallottam, amiről csak dicséreteket hallottam gyakorlatilag, és egyébként is nagyon szépen passzol a Mennyis Pokol trilógia, trilógiához. Szerintem a jelenkor fantasztikus munkát végzett a borítókkal. Nem tudok erről sem annyira sokat. Stefánzon bőven beállhat azoknak az íróknak a körébe, ahol nem szükséges fülszöveg ahhoz, hogy egy könyvet megvegyek tőle, és annyit tudok, hogy egy nagyon hosszan elnyúló család történet lesz majd ez a könyv, de most elsősorban amennyi poklot szeretném tőle végigolvasni, az első kötet az már megvolt januárban, míg a második kettőt pedig hamarosan szeretném, mert nekem ezek olyan hideg könyvek is. Jó lenne még így télen vagy tavasz elején sort keríteni rájuk. Van egy olyan író is, akinek a könyveit fixen valászom minden egyes antikváriumban, tehát mindig megnézem, hogy tőle van-e bármi is, és nagyon sokáig nem találtam abszolút semmit, de szembe jut velem a nagyon kék Toni morrison ami valószínűleg egy nagyon szívfájdító történet lesz egy kislányról, aki szeretne beilleszkedni, és úgy érzi, hogy a bőrszíne miatt ez nem lehetséges, de arra vágyik, hogy bárcsak neki is gyönyörű szép kék szemei lehetnének, mert akkor biztosan elfogadnák őt is a kortársai. És ez már egy ilyen nagyon durva elidegenedést, magányosságot, társas magányt vetít nekem előre, ami biztosan szívfacsaró lesz tényleg, és az biztos, hogy Toni morrison nem ez lesz az első könyvem, ugyanis most ugye februárban olvassuk tőle Tamarával és Zsófival az Engedjétek Hozzámot, ami szintén nagyon brutál témákat fog feszegetni, és nagyon-nagyon várom, hogy belekezdjek, ami valószínűleg már ma meg fog történni. Ezek voltak a januári beszerzéseim, Mindegyiknek nagyon-nagyon örülök, és tényleg, ahogy mondtam, bízom abban, hogy minél hamarabb gerinccel kifelé fognak szerepelni majd a polcon. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, legyen további szép napotok és hetetek. Sziasztok!